Jó reggelt kívánok! Nem őriztek együtt disznót, úgyhogy nem tegezhetik az államfőt a kritikájukat megfogalmazó ellenzéki parlamenti képviselők, így döntött Kövér László házelnök, és kiosztott 100 000 és 50 000 forintos bírságokat. Fél tucatnyi képviselőnek legalább. A mentelmi bizottság zárt ülésén szerették volna a képviselők megtudni, hogy egész pontosan milyen indokkal kapták ezt a komoly büntetést, és mit szabad, és mit nem szabad mondani a jövőben. Vendégem Koros Lajos, szocialista országgyűlési képviselő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gögös Zoltán úgy fogalmazott, hogy a házelnök ráadásul gyáva is volt, mert nem merte írásba adni a disznós indoklását. Milyen indoklást kaptak a mentelmi bizottságban a büntetésért? Hát arra hivatkozott a házelnök, mert mindenki személyre szólóan kapta meg a maga értesítését és a kirót büntetést írásban, hogy megsértettük a ház méltóságát azzal, hogy a Kunhalmi Ágnes napirend előtti hozzászólása kapcsán, amely a CEU bezárását kritizálta, akkor mi az Ágnes mögött több képviselő föltartott egy-egy A4-es lapot, amelyből azt lehetett kiolvasni, hogy ne írd alá János. És 6 képviselőre 100 000 forintos büntetést rót ki, és azt hiszem további 6 vagy 7 képviselőre pedig 50 000 forintot. Ennek igazából nem volt logikája, mert olyan is kapott 100 000 forintos büntetést, aki egy másfajta táblát tartott föl, mert akik meg mögöttünk ültek, azok pedig föltartották a vétó kifejezést. És a vétósok kaptak... Abban nincs is tegezés tulajdonképpen. Hát abban nincs is tegezés, igen. És ők 50 000 forintot kaptak, akik pedig a mondatot, azok pedig 100 000 forintot. Nyugtasson meg, hogy a felségsértés kifejezés nem hangzott el. Semmi ilyen nem. Még csak az sem, amit egyébként indoklás második pontjában megfogalmazott Kövér, hogy a ház méltóságát és működés, nem csak a méltóságát sértettük, hanem zavartuk a ház működését, semmilyen zavar nem volt a ház működésében, szünetet nem kellett elrendelni, kivezettetni nem kellett képviselőket. Bocsás, még nem azon aggódtam, hogy önök hogy viselkedtek, hanem hogy az a kifejezés, hogy felségsértés történt az ellenzéki képviselők, ez ugye nem hangzott. Ez nem, az indoklásban nincs benne, hát egyébként ehhez felség kéne, igen, felség kéne hozzá. De az meg aztán végképp nekem nem megy a fejembe, hogy a házelnök azt mondja, hogy ezzel demonstráltuk és megsértettük a parlamentet, a parlament működését. Én tegnap kezembe kaptam egy olyan jegyzőkönyvet, amelyben valóban, ahogy ön felkonferálta, azt mondta, hogy nézne ki a világ, hogyha mi annak idején Göncz Árpádot Árpi bácsinak szólítottuk volna. Én azt gondolom, hogy Göncz Árpád 10 millió, hanem 12-13 millió embernek a tiszteletét úgy vívta ki, hogy ő volt mindenki Árpi bácsia. És ezt az ember tisztelték. Na most az, hogy a köztársasági elnököt nem lehet keresztnevén szólítani, és ennek az ára 100 000 forint, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly személyiségzavaros ember következtetése lehet csak. Mennyire érzi úgy, hogy az ellenzéki képviselőket elkezdi ez a demonstratív kritikától visszatartani? Ugye most sokan kaptak nem csak a szocialisták padsoraiból komoly büntetéseket, meg most már nem lehet megszólalni, mert egy papírlap az demonstrációs eszköznek számít, mert Szél Bernadettnél is ez történt. Hát igen, azt látjuk, hogy kettős a mérce, már nem akarom degradálni a kettős mérce blogot, mert van rá példa, hogy fideszes képviselők is mondanak olyat, vagy demonstrálnak, őnekik nincs büntetés, csak az ellenzéki képviselők oldaláról. Engem nem tud eltántorítani attól, hogy a nép véleményét elmondjam az országgyűlésben, engem azért választottak, és a képviselőtársaimat is. Mi tulajdonképpen a nép hangját vittük be. Hát ez milliós nagyságrendű a mi frakciónkban, és mi tegnap megmondtuk a zárt ülésen, ott van a jegyzőkönyvben, bár nem adják ki a jegyzőkönyvet, én kértem a jegyzőkönyvet, hogy hozzák nyilvánosságra, és megtagadta az elnök.
Milyen indoklása? Hát, semmilyen indoka nincs az elnöknek erre. Ráadásul a képviselők egymás után kaptak szót, és láttam, hogy az elnök úr elbizonytalanodott ott fél időben, és egyszer csak egy dossziéból előhúzott egy papírt, fölolvasta, hogy neki erre mi a válasza. Na most én úgy láttam, hogy ez megvan neki előre írva. És ő egy feladatot teljesít. Én nagyon sajnálom, aki a gépezetben bent van, az nem fog más elbírálást kapni tőlünk. Minden egyes alkalommal, amit csinálnak és ahogy csinálják, mi föl fogjuk venni a kesztyűt és megharcolunk a magunk igazáért, és el fogunk menni Strasbourgba, és be fogjuk perelni Kövér Lászlót és a Magyarország gyűlést ezért a döntésért. Ez biztos. Följebb csavarták a potmétert ezzel a pólóval. Bocsásson meg, hogy ezt mondom, mert a másik plakát, amire az ember erről asszociál, az a bohócos plakát, ami pont önök ellen irányult, és Gyurcsány Ferenc áll rajta. Ez egy halombűnözőt mutat, akik mint Magyarország, vagy főméltóságai, vagy miniszterei, vagy a házelnök például. Hát én azt gondolom, hogy ez belefér abba a politizálási keretbe, amelyet mi képviselünk. Egy részről, más részről pedig azt is gondolom, hogy nem mi kezdtük ezt az egészet. Hát hogyha egy házelnök, a parlament elnöke azt mondhatja a parlament falai között, hogy nem őriztünk együtt disznót, majdnem, hogy apukám, hogy úgy elnökölhet valaki civilizált országban, egy 21. században, hogy duguljál már el, apukám. Ez nem... De ilyeneket mond, a Kövér László így vezeti a ház ülését. Ilyen szó, duguljál már el. És még sorolhatnám, majd elkezdem jegyzetelni, hogy... Ez jegyzőkönyvben van például? Biztos, hogy jegyzőkönyvben. A házelnök büntethető? Nem tudom, a házszabály szerint a házelnök nem büntethető, de ő egyébként nem csak személyiségzavaros ember, nincs tisztában azzal szerintem, hogy mi a feladata a parlament elnökének. Ő nekem nem főnököm. Ő nekem nem munkáltatom, de bocsánatot kérek, hogyha én egy cégnél dolgoznék, és a főnököm így beszélne vele, én már holnap nem mennék be oda dolgozni. Az sem megengedhető így. Ilyen stílusban Európában, a 21. században, egy civilizált országban nem beszélnek az országgyűlésben, a képviselőtársaival nem beszélhet így egy elnök. Az elnök ugyanezt mondja önökre? Kritikán aluli. Hogy így nem beszélünk a köztársasági elnökről? Hogy föltartunk egy táblát, hogy vétó? Hát kérem szépen, itt 9 millió, 10 millió ember akarja azt, hogy szálljanak le a CEU-ról. Túlzott most egy kicsit az a számokkal, de sokan vannak. Na jó, hát akkor vegyük le belőle azt a 2 millió Fideszre szavazót, de egyéb iránt a Fideszre szavazóknak a nagy többsége nem ért egyet ezzel a politikával. Ha már a CEU-t említette, pont a CEU ellenzi offenzíva hatásának értékelik többen a Median friss közvélemény kutatását, ami szerint a kormánypárt és az államfő népszerűségét megtépázta az elmúlt 3 hónap, közel 500 000 szavazó otthagyta a Fideszt. A felmérés április végén készült. A legtöbb szavazó a Jobbik táborához érkezett. A Jobbik most a biztos szavazók között 14%-on van, az MSZP 9%-on. A DK és az LMP 4-4, a Momentum pedig 2. A liberálisok jelenleg nem mérhetők. Milyen következtetést von le ezekből az adatokból? Hát annak örülök szívből, hogy 500 000 fővel csökkent, hogyha Hahn Endre kutató műhelye ezt hozta ki a Fidesz szavazó tábora, lesz ez még több is. Én azt gondolom... A Jobbik javára? Nem feltétlenül. Igaza lesz Simicska Lajosnak, hogy a következő kormányt a Jobbik adja? Nem, a következő kormányt Botka László fogja vezetni, és a baloldali koalíció fogja megalkotni. Ez az egyik dolog, és én ezen kőkeményen fogok dolgozni, mindent el fogok követni ennek érdekében. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy fog még ez a népszerűség tovább csökkenni. Tehát nehogy azt higgye bárki, hogy erről le fogunk szállni. Hát néhány nap múlva beiktatják Áder Jánost köztársasági elnöknek. Hát szégyen ennek a köztársaságnak, hogy ilyen elnöke lehet. Bízik a baloldali koalícióban, ami megnyeri a választásokat. Lesz olyan, hogy baloldali koalíció? Igen, lesz. Az MSZP és a DK között folytatódik a vita, ezúttal a debreceni időközi választások miatt vesztek össze nagyon.
Azt mondta a Demokratikus Koalíció, hogy azt javasoljuk az MSZP-nek, hogy hagyja abba a pávatáncot. Most, amikor minden jel szerint nagyobb támogatásra számíthat a DK, hirtelen összefogást akarnak, de az elmúlt 5 hónapban, Botka László bejelentkezése óta, egyszer sem keresték meg a szocialisták a DK-k, ez áll a DK kritikájában. Hát valószínű, valaki ezt megírta, valaki ezt nyilvánosságra hozta. A DK tagok és a DK szavazók jelentős része nem így gondolkodik. Mire gondol most? Arra gondolok, hogy néhány politikus ír egy ilyen nyilatkozatot, ezt nyilvánosságra hozzák, ezen lovagol a média, de én pontosan tudom, hogy a két szavazótábor, a DK-s szavazótábor és a szocialisták szavazótábora ezt nem így gondolja. Mit nem így gondol? Azt, hogy nem kereste meg a szocialista párt Botka László miniszterelnök jelölti bejelentése óta a Demokratikus Koalíció vezetését? Ez vagy igaz, vagy nem, de erről nincs mit gondolni. Erről nincs mit gondolni. Én most arról beszéltem, hogy hogyan lesz itt az Orbán leváltva. Igen. Az együttműködés az létre fog jönni. Hogyan? Majd meg fogjuk találni a módját. Néhány hét múlva nekem szent meggyőződésem, az is meggyőződésem, mi legálissá fogjuk tenni, hivatalossá fogjuk tenni a május 27-i kongresszuson, hogy Botka László a mi miniszterelnök jelöltünk, mert eddig csak egy elnökségi döntés volt. Megkeresik a DK vezetését? Nagy valószínűséggel meg fogják keresni majd akkor, akik felhatalmazást kapnak erre. Miért nem keresték eddig? Miért hagyják, hogy a DK-nak legyen egy ilyen jogos kritikája? Nézd, ez a debreceni választás azért érdekes, mert tényleg... Például Zugló miatt. Hát fehéren-feketén bebizonyosodott, hogy ha van egy normális együttműködés a demokratikus pártok között, PM vagy P, DK, szocialista párt, akkor kétszer annyi szavazatot lehet begyűjteni, mint a kormányzó pártok. Az is látszott a 8. kerületben, én többször is kint voltam, segítettem nekik, kampányoltam nekik, hogy ahol nem történik ilyen megállapodás, akkor ott bizony a szavazótábor is megoszlik, nem tudnak igazodni, a szavazótábor nem tud igazodni, ezért világos üzeneteket kell küldeni nekik egyértelműen. Tehát ez üzenet Zuglóból, és hogy csapódik ez le Debrecenben? Mi megtettük ezt a javaslatot Debrecen kapcsán, a többi párt irányába, sőt a civil világ irányába, mert ott van egy ilyen civil összefogás is, aki jelöltet állít. Most egyelőre azt mondták, hogy nem akarnak velünk ebben a dologban együttműködni. Ez elgondolkodtató, mert hogyha néhány ember köti az ebet a karóhoz, és erre rámegy az, esetleg rámehet az, hogy nem tudjuk Orbán Viktort leváltani, akkor ez annak lesz a felelőssége, aki az együttműködést gátolja. Utólag már nem érdemes egymásra mutogatni, előtte kéne összefogni. Meg lesz ez. Én azt gondolom, hogy aki offenzívában marad, már pedig mi ezen a politikán vagyunk. Nézze, itt van előttünk két komoly nagy rendezvény, az Országos Nyugdíjas Parlament május 17-én, és itt van a május 27-én a Szocialista Párt kongresszusa. Offenzívába kell maradni, aki a május-június megnyeri, aktivitásban, tudásban, üzenetekben, azért lesz a nyár, nekem ez meggyőződésem, de aki ezt elmulasztja, az ne is forduljon rá az őszre, mert annak befellegzett. Viszont fontos jó híreket tudott a kormány bejelenteni, például a költségvetéssel kapcsolatban lesz nyugdíjprémium első alkalommal, inflációnak megfelelően emelik minimum a nyugdíjat jövőre, több jut egészségügyre és nyugdíjra, növekednek az egészségügyre fordítható források jelentősen, ez csupa jó hír, nem? Ja, és közben kirabolják az országot. Hát ez a szabadroblásnak a költségvetése. Azt gondolják Orbánék, hogy be lehet fogni a száját több millió embernek, hogy be lehet, fátyol lesz, mert mindenkinek a szemén jövő év januárjában, azért, mert méltóztatnak a törvényeknek megfelelően novemberben a kiegészítő nyugdíjemelést odaadni. Hát ezt Orbán volt most elveszi a nyugdíjasok. Bocsánat, kérek. A rezsicsökkentés is egy működő stratégia volt. Ideig, óráig. Van még olyan ember, aki hisz ebben a rezsicsökkentésben ön szerint? Szerintem nincs. Van még stabil szavazóbázisa. Van, 500 ezer fővel éppen csökkent most 3 hónap alatt. Azt hiszi Orbán Viktor, hogy hónapokig fönn lehet tartani egy támogatást azzal, hogy adnak 10 000 forintos Erzsébet utalványt karácsonyra. Én járom az országot a nyugdíjas parlamentek szervezése kapcsán. Egyetlen egy felszólaló, de hangsúlyozom, 100-150 fővel mennek a nyugdíjas parlamentek. Egyetlen egy felszólaló nem hozta szóba, ma van a 19., hogy Erzsébet utalványt kaptak karácsonyra.
Egyetlen pedig egyszer. Kaptak, csak kaptak. Nem a Fidesz támogatói mennek el az önök nyugdíjas parlamentjére. Nem a miénk ez a nyugdíjas parlament, ezt civilek szervezik. Igaza van. Ezt civilek szervezik. Kérem szépen, Orbán a nyugdíjasoktól, amit szándékozik novemberben odaadni, ezt most elveszi tőlük. Ő csak azt adja vissza novemberben, hogyha tartja a szavát, amit most elvett a nyugdíjasoktól. Ugyanis pontosan tudta mindenki, amikor ők elfogadták a 0,9%-os nyugdíjemelési költségvetést, hogy 2,4%-ot tervezett már költségvetést a jegybank, a kettő közötti különbözetet ők gyakorlatilag visszatartják. Érezte Orbán ezt a feszültséget, mert hogy a nyugdíjas szervezetek torpedózták azért a kormányzatot, így lett ebből 1-6, miközben pontosan tudják, hogy 3% körül lesz az infláció. Tehát ezt most a nyugdíjasok hitelbe odaadják a kormánynak, amelyet kamatostól szeretnének visszakapni novemberben. Hogy ezt a tényszerűen igaz kijelentést mennyire fogják tudni a politikai kommunikáció nyelvén politikai haszonra fordítani, az később fog kiderülni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm.